Több oka is van. Nyilván megítélés kérdése, hogy melyik az elsődleges. Egyrészt betegségmegelőzés, mind hímeknél, mind nőstényeknél. Viselkedés változtatás, tehát hogy nyugodtabbak, békésebbek, kevésbé legyenek szökősek, illetve a nem kívánt szaporulat megelőzése. Hímeknél fél éves kor után javasolt, nőstényeknél pedig, ugye most kutya-macska itt külön válik, macskáknál fél éves kort szoktunk mondani, kutyáknál pedig most már egyre inkább az, hogy a nagyobb testű állatoknál inkább az első vagy a második tüzelés után javasolt, de ebben azért változik a szakma. Nyugodtabbak lesznek, békésebbek lesznek, pláne hogyha még az ivari viselkedés kialakulása előtt ivartanítottuk, akkor igazából egy otthon ülő, békés dorombológép vagy szeretett gombóc lesz belőle. Ugye így gyomorra jönnek az állatok, megvizsgáljuk őket, ha mindent rendben találunk, akkor bódítás, altatás, majd megtörténik a műtét, és ébredés után pedig mennek haza. Igyekszünk úgy varni, hogy ne legyen kívülről varrat, úgyhogy akkor nem kapnak gallért sem otthonra. Általában aznap még bágyadtabbak, kapnak fájdalomcsillapítót másnapra, és nem szokta őket jellemzően megviselni nagyon. Én azt valahogyan nagyon kidomborítanám, hogy a nem kívánt szaporulat megelőzése, mert hogy ennek tényleg igazából az elsődleges oka, hogy ne legyünk tele gazdátlan állatokkal, hát egy tragédia, ami minden nem csak itt a szexári menhelyen, az összes állatvédőnél, ami van. Az is előfordul, hogy a műtét közben derül ki, hogy vemhes, vagy már a vizsgálatnál kiderül, hogy vemhes az állat. Az is előfordul, hogy megellik, és utána ott van az a 4-5-6 kis cica kiskutya, akiknek felelős gazdát kellene találni. Honnan, hova, úgy, hogy az összes állatmenhely meg állatvédő szervezet tele van gazdátlan állatokkal. Tényleg mindegyikünk azt érzi, akik ebben benne vagyunk, hogy egy szélmalomharcot vívunk ezzel, hogy terjednek ilyen tévhitek, hogy egyszer ellenie kell, mert akkor lesz egészséges. Nem, ez nem így van. Tehát nincsen szüksége arra, hogy ő éljen. Egyszerűen rengeteg a gazdátlan állat. Nem tudunk velük mit kezdeni, nem kell neked újabb kiskutyák, kis cicák most már. Ugye számtalan betegséget tudunk megelőzni az ivartalanítással, vagy legalábbis csökkenteni az esélyét. Ebből az macskáknál ilyen ugye kóborlásból, verekedésből eredő vírusos betegségek, felfív ez a macska éjc és a macska leukózis, ezek gyakoriak. Verekedéssel, párzással, egymás nyalogatásával terjed. Hogyha a cica otthon ül békésen a pamlagon, akkor ezeket a betegségeket nem fogja elkapni. Hímeknél prosztata problémákat, here problémákat tudunk vele megelőzni, illetve nőstényeknél nagyon jelentős a gennyes mélygyulladásnak a megelőzése, illetve az ivartalanítással jelentősen csökken a későbbi életkorban majd az emlődaganat kialakulásának az esélye. Az időben történik ivartalanításnak egyértelmű hozadéka, hogy az állat magasabb életkort fog megérni várhatóan.